Városnéző séta keretein belül mutatta be Varga István helytörténész Fonyód nevezetességeit a turisztikai egyesület munkatársainak. Mégis ez volt a mottója a Comenius csoport alkotótáborának. Hauser Adrien rendhagyó zongora koncertet adott a Feng Shui galériában. Idén is ingyenes tenisztábor várta az érdeklődő gyermekeket. Fagyizó, kávézó, túloldalán ottózó, tehát ezt is ezért tudni kell, hogyha valamit keresnek a városban, akkor ezért tudjátok, hogy mi minden szolgáltató érhető el. Az idei szezonban a korábbi évekhez hasonlóan diákokkal bővül a turisztikai egyesület munkatársainak száma. 13 diák fog a nyári időszak alatt részt venni tevékenyen a munkában, ebből 9 diák fonyódi. Varga István helytörténész által vezetett városnéző séta keretein belül mutattuk meg a turisztikai egyesület újdonsült munkatársainak a várost, Fonyódot, és ennek a sétának a keretén belül rengeteg tudással gazdagodtak. István ugye ismeretes a helytörténeti sétáiról és a hatalmas tudásanyagról, ami az ő rendelkezésére áll. Ebből minél többet próbáltunk átadni a diákoknak, hogyha a napi munkájuk során a turisták, ide látogatók, de akár a helyiek is kérdéssel fordulnak hozzájuk, akkor tudjanak válaszolni, tudjanak hasznos válaszokat adni. Körbejárták az egész várost, a Spár parkolóból kiindulva a kollégium előtti téren át egész föl a sétányig. Minden nevezetes ponton megálltak, mindenről fognak tudni információt adni, ugye mert kaptak ilyen jellegű tájékoztatást. Ezekkel a diákokkal napi szinten az információs pontokon és a turisztikai egyesület irodáiban lehet találkozni. A kikötőben, a Vigadó téri irodában, a dísztéren, ugye az aluljáró feletti irodában, és harmadik pontként a Várhegyi Széplátónál is nyitvatartási időben délelőtt 10 órától este 8 óráig ott vannak a diákok, és mindenben állnak rendelkezésre. Ezen kívül, ugye ezekben az irodákban, azon kívül, hogy információt lehet kapni, tájékoztatást lehet kérni, különböző ingyenes programfüzetekkel, reklámkiadványokkal is el tudjuk látni a betérő turistákat, de mondom még egyszer, akár a helyieket is. Különböző programokra, akár még a jegyvásárlásban is tudnak segíteni a kollégák. Több nyelven értelemszerűen, angolul, németül biztos, hogy fognak tudni segíteni, úgyhogy javaslom mindenkinek, tényleg akár a helyieknek is, hogy látogassanak el hozzájuk, kérdezzenek, hát ha olyan információkat is tudnak mondani, amit eddig nem tudtunk. Fonyód katolikus közösség volt jobbára, és erről a terület részről, tehát úgy képzeljétek el ezt a területet, hogy a protestáns templomtól erre felé vezető terület egészen a Bélatelepi villasorig, tehát ezt a területet gondoljátok egynek, ezt a területet három részre osztva adták el 1894. decemberében a akkori tulajdonosok. Három ember vásárolt ebből területet, az egyiket úgy hívták, hogy Bihar József és a felesége, Küttellenke, tehát Biharék, Major Ferenc székesfehérvári orvos, országgyűlési képviselő, illetve Velics Antal, aki szintén orvos volt, és mellesleg keleti tudományokkal is foglalkozott, majd mindegyikről mesélek egy kicsit. Most, ahol itt vagyunk, ez a terület Major Ferencé volt, aki ugye fehérvári orvos volt, országgyűlési képviselő, nem volt családja, tehát felesége, gyermekei, és nagyon megbetegedett az 1900-as évek elején, és elhatározta, hogy templomot épített Fonyódon, hogyha meggyógyul, ugye hívő emberként Istenhez fohászkodott, hogy gyógyítsa meg, és ekkor tette ezt a fogadalmat, és akkor úgy is nézett ki, hogy meggyógyult, és 1902-ben fölépítette ezt a kis fonyódi kápolnát. 1902. augusztus 31-én gróf Széchenyi Miklós győri püspök jött el ide Fonyódra, és ő áldotta meg ezt a templomot, ő szentelte föl, és onnantól kezdve lett Fonyódnak saját kis temploma. Addig a fonyódi katolikus hívek Lengyel-Tótiba jártak, Szőlősgyörökbe jártak, tehát a fonyódi keresztelések, illetve egyéb egyházi események is ezeken a településeken történtek, tehát keresztelés,
házasságkötés, stb. És 1902-től volt ez a kis fonyódi templom, ahová érkeztek papok, akik itt tudtak misézni, viszont a fonyódi katolikus plébánia ekkoriban még nem létezett. 1920-ban jött létre, itt látjátok a katolikus plébánia hivatalnak az épületét, tehát a plébánia 1920-ban jött létre, Ripka Ferenc, akit már ugye említettem az útépítés kapcsán, meg még sokat fogok, ha Béla telepen járunk, tehát az ő kezdeményezésére, hathatós, jelentős közreműködésével jött létre a fonyódi plébánia. Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Fonyódi Kulturális Intézményben, a Comenius csoport mégis kiállítás megnyitóján. Eltelt egy év, újra Fonyódon a Comenius alkotócsoport. Aki még nem ismerné a társaságot, egy picit mutass be egy pár mondatban, hogy mi a küldetésetek, mivel foglalkoztak tulajdonképpen. Gyakorlatilag a Baptista Egyháznak van egy kulturális projektje, és ennek a projektnek a keretében hirdettük meg tavaly is ezt az alkotóhetet. Körülbelül 20 alkotó számára, akik között író, festő, grafikus, zenész, intermédiás, tehát hogy sokféle művész van. Az ország elég sok pontjáról, és igazából a nagy része tavaly találkozott először, idén 4 fővel bővült a csoportunk, és tulajdonképp az egész küldetése az, hogy olyan alkotások szülessenek írásban, vizuálisan, amit aztán az ország több pontjára is már külön-külön elviszünk, és ebben egymást is segítjük a szervezésben, meghívjuk egymást kiállításra, előadásra, író-olvasó találkozóra. Visszaemlékszem a gyerekkori bibliai élményemre, mikor a kis Jézus Jeruzsálemben volt, és az írástudók elcsodálkoztak az ő bölcsességén. És sokan rosszul gondoljuk, hogy kérdezgették a tudósok, és Jézus válaszolt. Fordítva volt. Jézus kérdezett, a kis Jézus kérdezett, és a tudósok ezen csodálkoztak el, hogy hogy lehet ilyen bölcseket kérdezni. Ennek az egy hét, mondhatjuk egy hét alkotásnak a csúcspontja van ma, de ha jól tudom, akkor tegnap csütörtökön is volt már valamilyen megnyilvánulás. Igen, itt Fonyódon, amit nagyon megszerettünk, a dísztérre jöttünk ki néhányan, hogy kis kóstolót mutassunk mindabból, ami ma este lesz. Interaktív módon kerestük a lehetőségeket, lányok portrét készítettek az üldögélőkről, a gyerekek, felnőttek is kövekkel egyensúlyozhattak, kirakózhattak, megbeszélgettünk az emberekkel erről az egészről. És hogy látod, milyen a befogadó készség, mennyire nyitottak az utca emberei? Nem kellett nagyon erőszakoskodnom tulajdonképpen, sokan kíváncsian is oda jöttek, de hogyha néhány méterre csak álltak, bátorítottuk őket, tehát hogy jó volt ez arra, hogy kontaktusba kerüljünk olyanokkal, akikkel addig nem is ismertük egymást. A fonyódiak vagy a nyaralók azt láthatják, vagy tapasztalhatják, hogyha sétálnak, vagy a parton, vagy fürdőznek a strandon. Lehet, hogy előfordult a hét folyamán az, hogy láttak egy paravánt, egy állványt, és azon valaki éppen egy művet készített el, vagy gondolkodó embereket, akik épp egy verset fogalmaztak meg, azt mondjuk elég nehéz nyomon követni. Akkor, hogyha már így tetten érnek ilyen elbúvó művészeket, akkor odafordulnak hozzájuk, és érdekli őket. Most fog kiderülni, hogy igazából mennyire ezen a megnyitón, hogy mennyire érdeklődőek és befogadóak ezután, az egy hét után. Merre tartsak, Uram? Merre vigyen a szívem, lábam? Velem leszel aztán a végéig? Rád bízhatom a kérdéseim. Mit jelent neked ez az egy hét közös alkotás? Nagyon sok mindent jelent, a szervező munkát, és hogy nagyon sok átélést, megtapasztalást, találkozásokat azokkal az emberekkel, akik ide összegyűlnek, sok új élményt a művészetekről, az alkotás lényegéről, magáról, és mivel hogy ennek a hétnek a témája a mégis, ezen én is sokat gondolkodtam, magam nem vagyok képzőművész, de foglalkozom művészetekkel, én most verset is fogok majd felolvasni az itt készült alkotásokból, és hogy magam is gondolkodtam ezen,
elég sokat, hogy a mégis milyen összefüggéseket hoz az életünkben. Némiképp folytatása az idei munkám a tavainak, akkor is egy ilyen könnyed nyári dolgot szerettem volna megvalósítani abban a pár napban, és hát idén is sem szerettem volna nagyon elrugaszkodni. Éppen ezért ez a tavaly megkezdett vitorlás sorozat, az egy kis vitorlás versenyt ábrázolt. Idén egy vitorlást emeltem ki ebből a dologból, és a kiáltásunknak a címe az, hogy mégis. Számomra mégis az ott jelentkezik a vitorláson, hogy képzőművészként különben képeket festek, de ezek a képek az elmúlt időben leléptek a falról, posztemest kívánnak. Így egy kicsit ilyen szoborhatású a dolog, háromdimenziós, és mégis az ott jelentkezik rajta, hogy kétdimenziós képet lehet rajta felfedezni, csupán meg kell találni azt a fókusztávolságot, azt a gyújtópontot, ahonnan ez előugrik. És a másik pedig az, hogy egy hajó az jó esetben mozgásban van a Balatonon vagy a vizen szélben, és akkor van egy ilyen plusz címe is, hogy szélben. Milyen barátságok, egymáshoz kötődések alakulhatnak ki ennyi idő alatt? Ugye azért vannak visszatérő vendégek is bőven. Igen, hát a második évben vagyunk itt Fonyódon, és sokakkal második éve ismerjük egymást. Idén a társaságnak a 80%-a a tavalyi, és azért vannak új, vagy friss arcok. Nagyon jó barátságok szövődnek, amik egyébként az év során is megmaradhatnak. De vannak olyan ismerősök is, akikkel 15-20 éve ismerjük egymást, és akkor ez így jó találkozási pont is egymással. Mi magunk is szervezőként dolgozunk, azon csinálunk olyan feladatokat, gyakorlatokat, hogy elmélyítsük a kapcsolataikat, és hogy általában ugye az együtt gondolkodók, az azonos módon gondolkodó művészek, hogy mindig megtalálják egymást, de akik másféle utakon járnak, ők is rendkívül érdeklődőek, tehát hogy különleges kapcsolatok és maradandó kapcsolatok is szoktak születni alatt az egy hét alatt. Még úgy is, hogy csak másodjára csináljuk, ezt már biztosan állíthatom. Ugye az egyik ilyen közös pont, kapcsolódási pont a hit. Mit jelent ez az alkotóknak? A tábornak nem minden résztvevője hívő, de a hívő alkotónak inkább a magam nevében tudom azt mondani, hogy mindent. Mert hogy Isten kezében vagyunk, és hogy az ő irányítása és vezetése, tehát hogy általában áhítatot is tartunk minden reggel, ahol Isten segítséget is kérünk, sőt áldást az alkotókra, a művekre, és hogy a hívő embernek abszolút a Isten vezetése az, ami az elsődleges a művészeti munkájában is. A sokféle művészeti területen alkotók egy ilyen hét keretében emberileg, művészetileg, lelkileg, hitben is nagyon közel kerülünk egymáshoz, és ez hónapokra inspirációt ad, és ezt köszönjük Fonyódnak. Július 13-án rendhagyó előadással készült közönségének a világ több országában is sikeres előadásokat tartó zongoraművész Hauser Adrián. A Feng Shui Galéria évek óta ad otthont a zongorista estjeinek. Thank you.
4,5 éves korom óta kezdtem el tanulni a zongorát. Szüleim úgy látták jónak, hogy ilyen korán beirattak már, és az egész életem a zenéről szól tulajdonképp. Mennyivel másabb külföldiek előtt fellépni, mint itthon Magyarországon? Hát attól függ, hogy hol. Mert például Európában azért nagyjából hasonló a fogadtatás. Ázsiában, vagy Amerikában, vagy messzi helyeken, vagy például keleten, ott egész más. Tehát vannak helyek, ahol hűvösebbek az emberek. Tehát függ attól is, hogy földrajzilag hol van, meg a műsortól, hogy milyen műsort választok. Általában egyedül játszom, de természetesen van nálunk kamarazene is, amikor ugye többet magammal kamarazenének, és olyan is előfordul, de az utóbbi időben főleg szólót, valahogy így alakult, erre kaptam a legtöbb felkérést. Ide már évek óta visszajárok, körülbelül 13-4 éve, és kedves, közös opera énekes barátnőnk Takács Klára, művésznő, ő mutatott be még a doktornőnek, és azóta töretlen a kapcsolat, így minden évben szinte egy koncertet szoktam itt adni. Idén első alkalommal a közönség meglepetésére a zongoraművek hallgatása mellett beszélgethettek, kérdéseket tehettek fel a közönség soraiban megjelentek. Ezzel a fajta előadásmóddal, családiasabb hangulattal még közelebb szeretné hozni a művészetet az emberek szívéhez a művésznő. Ez egy rendhagyó koncert lesz, sajnos beszélni is fogok, úgyhogy arra gondoltam, hogy nagyon sokan eljönnek ezekre a koncertekre, akik nem zenészek, de most úgy látom, hogy egy négyzetméterre 3 zenész jut, úgyhogy az egész előadás talán más vonalon kellett volna megírnom, de így most elnézést kérek a zenészektől, hogyha olyan dolgok hangzanak el, amelyeket ők már nagyon jól tudnak, viszont azért vannak a közönség között olyanok is, akik laikusak is. Tehát a mai este főszereplője Johann Sebastian Bach. Amit most játszottam, ez egy Bach átirat volt, Alessandro Marcellónak az oboa versenyéből a második tétel, Dimbol oboa verseny második tétel, amit Johann Sebastian Bach írt át, és itt egy pár szót arról ejtenék, hogy ő barokk zeneszerző volt, hogy a barokknak milyen vonulatai vannak. Most ez egy rendhagyó dolog lesz, mert nem csak zongorázom, hanem ismertetem is a műveket, bár nem vagyok zenetudós, de azt gondolom, hogy a mai korunk már nagyon elszakadt a klasszikus zenétől, és nem lehet az emberekre ráömleszteni egy ilyen nehéz művet, mert egyszerűen nem értik. Mert olyan a világ, hogy ömlik mindenhonnan a másfajta zene, a reklámoktól kezdve az áruházakig. Bárhova megyünk, ömlesztve kapjuk ezt a sok információt, beülünk egy koncertterembe, és nem értjük, hogy ez mi. Szóval arra gondoltam, hogy Johann Sebastian Bachnak a egyik angol szvitjén keresztül, úgymond pár szóban, egy rövidebb módon, de ismertetném mindig a műveket előtte, hogy milyen korban írták, mire kell figyelni, sőt, többször is eljátszanám. És szerintem ez így, nem tudom, nem csináltam még ilyet, de úgy gondolom, hogy ez hasznos lehet. Thank you.
Fonyódon a helyi, illetve a településen nyaraló gyerekek számára ismételten immár 8. alkalommal rendezték meg az OTP tenisztábort. A tábornak a korábbi évekhez hasonlóan a kiváló környezetben fekvő két csalakos teniszpálya adott otthont. Elég hosszú története van ennek most már ennek a tábornak. 2012-ben kezdtük, azaz már 8 éve, ingyenes teniszoktatást az általános iskolás gyerekeknek. Ez azt jelenti, hogy 6 éves kortól 15 éves korig jöhetnek ide a Fonyódon lakó, Fonyódon tanuló vagy Fonyódon nyaraló gyerekek. De különben nem csak Fonyódról jönnek ide, hanem Balatonbogláról, Balatonfenyvesről, vagy pedig van, aki távolabbról is. Amit ki szeretnék hangsúlyozni, az, hogy ingyenes. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Én úgy gondolom, hogy nem nagyon van ilyen Magyarországon, hogy teljesen ingyen jöhetnek a gyerekek ide teniszt tanulni. Ez abból következik, hogy itt az ország legnagyobb bankja támogatja ezt az egész eseményt, és így lehetőség van arra, hogy a gyerekek tényleg ide jönnek, kapnak ütőt, labdát, oktatást, jó környezetben vannak, jó levegőn, és megtanulják ezt a gyönyörű sportágat. Az elmúlt évekhez hasonlóan a tábor célja ingyenes teniszoktatás keretében megtanítani a gyerekeknek a játék alapjait és mellette sportolási lehetőséget biztosítani a számukra. De egyik legfontosabb célja azt hiszem az, hogy bármelyik gyereknek lehetősége legyen arra, hogy megtanulja azt a teniszt. A másik dolog az, és ezért ingyenes, tehát ez egy nagyon fontos dolog, mert tudjuk, hogy a tenisz azért nem egy olcsó sportág, tenisz oktatásokra járni azért egy költséges dolog tud lenni a szülők részére. A másik része pedig, ami nagyon fontos, hogy a gyerekek mozduljanak ki. Tehát ne otthon ücsörögjenek, reggel ne 10 óráig az ágyba nézik a tévét, vagy pedig számítógépezzenek, játszanak, hanem tényleg ki legyenek a szabad levegőn, társaságban legyenek, itt nagyon sok barátság köttetik, összebarátkoznak egymással. Utána, akik már itt jól megismerték egymást, ők már strandon is együtt játszanak, együtt szórakoznak. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy egy kis közösségi élet legyen, egy kis ne magába zárkozzanak a gyerekek, hanem és ne a számítógép világába éljenek, hanem sportoljanak, és jó levegő legyenek. Én úgy gondolom, hogy akik itt vannak gyerekek, azokat mindegyiket nagyon érdekli. Ennek nagy szerepe van különben ebben, hogy itt nagyon jó az edzésprogram, amit a Zsolt állított össze. Tényleg játékos keretek között tanulják meg a tenisznek az alapjait. Másrészt pedig úgy érzem, hogy ők is ráéreztek annak az ízére, hogy itt ez a kis futkározás, rohangálás, ütögetés, sikerélmény, ez azért nagyon jó dolog. És hát nem véletlen az, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik már a kezdetektől ide jártak, tehát még ekkora kis csöpségek voltak, 6 évesek épp, hogy iskolába mentek, és most a nagy csoportban a legnagyobbak között, már profik, úgymond a profik között, ott ütik a labdát, és tényleg nagyon komoly labdamenetek vannak, és ők már nagyon komolyan játsszák ezt a sportágat. Szóval ez mind bizonyítja azt, hogy itt sikeres ez az egész teniszoktatás, és nagyon sok gyerek megszerette ezt a játékot. Az edzésterv az igazság szerint a szokásos, vagyis a klasszikus edzésterv, ha lehet ilyet mondani, tehát az alapoktól felépülve próbálunk lépcsőről lépcsőre haladni, fokozatosság elvét természetesen betartva. Hát itt a kezdőknél ugye ez elég flexibilis tud lenni. Szivacslabdákkal kezdünk, szem- és kézkoordinációs gyakorlatokat, célba ütögetés, és a végére már két hét végére, második hét végére már el tudunk jutni egy olyan úgymond speciális képességhez, hogy már egy pattanásból sokan át tudják ütni, és ez lesz holnap a versenyfeladat is. Annyit szeretnék elmondani itt a teniszoktatással kapcsolatban, hogy azon kívül, hogy van egy főszponzorunk, nagyon sokan segítenek különben abban, hogy ez itt létrejön ez az egész verseny. Láthatjátok, hogy itt több száz labdánk van, tehát teniszlabdánk. Ezeket mind a különböző teniszbarátok, akik teniszeznek különböző helyeken, összegyűjtik évközben, amikor játszottak vele egyszer-kétszer, de már utána azt mondják, hogy ez már meccsre, talán ők már nem ezt használnak, ami új labdát bontanak, akkor nekünk adják a labdákat.
Másik része láthatjátok, vannak is teniszütőink is, stb. Ezeket is mind ajándékba kaptuk. Illetve hát a teniszversenyen is, amiket majd szétoztunk, díjakat, kupákat, érmeket, azokat se vesszük mi boltba, azokat mind a teniszbarátok, amik különböző évközben vannak különböző versenyek, eljutnak egy teniszversenyre, megnyerik a kupát, ma az se viszik, mert már gyorsan én már el is happolom tőlük, azért, hogy hát akkor szépen átcímkézzük, és itt a gyerekeknek majd odaadjuk. És jön a Dani, gyere másik, gyere! Az utolsó nap, az a holnapi nap lesz, amikor teniszversenyt tartunk a gyerekeknek. Ilyenkor kupákért versenyeznek a srácok, tehát ez is egy nagyon nagy dolog, és mindegyik szeretné azon megnyerni az élete első, vagy második, vagy harmadik kupáját, vagy érmét. És itt a verseny előtt lesz egy olyan bemutató, ahol két olyan srác fog bemutatót tartani, akik itt kezdték a teniszt, és itt Fonyódon az egyik srác kifejezetten nálunk ezt a teniszt, nálunk ütött először labdába, és most már az ifjúsági mezőnyben kiváló eredményeket, nemzetközi eredményeket tudnak elérni. Szerveztünk nektek egy ilyen kis bemutató mérkőzést, direkt azért, hogy lássátok, hogy hova lehet eljutni, és ez a szint fölé is még fölé lehet venni, igaz, Bálint meg Gábor? Megköszönjük Gábornak és Bálintnak, hogy eljöttek a korai hajnali órában, felkeltek, hogy nekünk egy kis bemutató meccset játszanak. Bálintról azt kell tudni, hogy hát itt kezdtél játszani, igaz? A tenisztáborban Gábor is valamilyen szinten Fonyódi illetőségű, úgyhogy köszöntsük őket óriási tapssal. Bemutató meccs következik, szerváltok egy párat, és akkor mindenki mondjuk esetleg egy-egy adogató gémet, meglátjuk, hogy időben hogy állunk, jó? Mindenki legyen szíves, figyelj, próbálja ellesni a fortéjukat, látjátok, hogy milyen gyorsan megy a labda, és milyen könnyedén játszanak. Lábmunka, 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 hadd menjen, jó? Mindenki a saját tér felé a saját bíró, igaz? Te mondod be, hogy kim volt, el kell fogadni. Fogadó játékos lábmunkáját, jó? Fönn a labda, már pumpál. 15 win. Köszönöm.